Átány. Heves megye 1500 lelkes települése másfél óra autóval Budapestről. A falu három részén élnek szegregátumban a családok. A Magyar Református Szeretett Szolgálat munkatársainak egyik legfontosabb célja nekik segíteni a felzárkózó települések program keretében. Sikerült elérnünk, hogy a faluban szinte mindenki tudja, hogy vagyunk. Ide, mi hozzánk szívesen fordulnak segítségkéréssel. Nagyon sok családot úgymond a sajátomnak tekintek, és próbálok a mindennapjaikon, körülményeiken javítani. A jelenlét program alapvetése jelen lenni. Richard és két család mentortársa hétről hétre tartanak fejlesztő foglalkozásokat kicsiknek és nagyoknak, valamint otthonukban is meglátogatják a családokat. Feladatuk a segítségnyújtás mellett a folyamatos kísérés. Nem is gondolná az ember, hogy milyen nehéz helyzetben élnek ma Magyarországon emberek, és ezt nagyon nehéz látni, főleg a gyerekek sorsa viseli meg az embert. Elsősorban nekik próbálok segíteni, de végül is, ha a szülőknek segítek, akkor már a gyerekeknek is segítettem. A jobb élet elérésének egyik legnagyobb kihívása a helyben lévő munkalehetőségek hiánya és a távolabbi munkahelyekre való eljutás nehézsége. A felzárkózó települések program célja, hogy a segélyezésből fokozatosan az önálló jövedelem szerzés felé vezesse az embereket. Nagyon jól beindult ez a munkaerőpiaci mentorálás. Nagyon sok embernek segítettünk elhelyezkedni az elsődleges munkaerőpiacon. Van egy olyan kiemelkedő család, hogy a család összes tagja dolgozik, és ugyanannál a cégnél. Anyuka, apuka, három gyerek, mindenki. És megállják a helyüket, tehát nem egy hónapja, hanem már ők hónapok óta dolgoznak. A Balogh család 12 órás műszakokban jár Jászberénybe dolgozni. Az eljutásukat a cég szervezett busszal segíti. Kábelokot gyártunk, ilyen hosszmérést csinálok, négyen dolgozunk, én, a férjem, két fiam. Most már a fiúknak is alkalmi munkájuk van, igen, és igen. Akkor most mindannyian ott vagytok, és igen, tényleg mindannyian. Jól kerestek, és mik a tervek? Hát a gyerekek most a vezetői engedélyen vannak, jogosítvány beszerzés előtt vannak. A jelenlétpont munkatársai összedolgoznak az önkormányzattal, az oktatási intézményekkel és a társsegítő szervezetekkel. A Máltai Szeretett Szolgálat otthonteremtési koordinátorával már több családnak segítettek támogatást szerezni házuk felújításához. Nekem Átány az egyik szívem csücske. Itt érzem leginkább azt, hogy a jelenlétponttal legjobban tudok együtt dolgozni. Jól elérik a családokat, nagyon sokan hívnak, mikor elkészül egy utcában egy tető, akkor mindenki természetesen érdeklődik, hogy hát ki csinálta, hogy csinálták, és akkor adják tovább a telefonszámomat. A felzárkózó települések programban nagyon fontos szerepe van az egészségügyi szakterületnek. A szemészeti szűrőbusz például időről időre felkeresi a falvakat, hogy azoknak a gyerekeknek is megvizsgálják a látását, akik amúgy nem jutnának el szemorvoshoz, vagy a családnak nem lenne miből szemüveget venni. Vannak olyan korrigálatlan állapotok, amit hogyha nem kapnak szemüveget, akkor gyakorlatilag tompaláton marad, és később hiába kapja meg a szemüveget, nem lesz jobb a látása tőle. Nálunk ezek kiderülnek, és megkapják a gyerekek még időben az ellátást, és a szemüveget ráadásul ajándékba. Kora gyermekkori, tanoda jellegű foglalkozásai mellett a jelenlétpont harmadik éve a zenetanításba is besegít. Akkor nagyon jó dolog, így van, megtanulsz játszani egy hangszeren, mert az, hogy hallgatod, az egy dolog, de az igazi élmény az, amikor el is tudod játszani. A gyerekeken látszik, hogy elhivatottak. Azok úgy állnak az iskolához is, a tanórához is, meg minden ilyen iskolai kötelezettséghez, mint a zenéhez. Tehát elhivatottak is, és csinálják is felelősség teljesen, próbálnak a hétköznapi életben is megállni helyüket. A kiskert programba már több mint 30 család kapcsolódott be.
A cél a kertek újra megművelése, valamint az öngondoskodás. Mi egy alapot tudunk biztosítani nekik, 12-15 fajta vetőmagot tudunk adni éves szinten, és akkor ez egy nagy segítség, már ha csak ezt elültetik és gondozzák, akkor már ebből is tudnak profitálni. Átányon 2020 nyarán indult a FETE program, azóta számos programelem eredményesen működik, de a Magyar Református Szeretett Szolgálat munkatársainak bőven vannak még megvalósításra váró tervei. Lehetetlent is meg kell próbálni, tehát annyi minden olyan dolog van itt a település életében is, amit esetleg az elődeink vagy korábban úgy gondolhattunk, még akár én magam is, hogy hát ez biztos, hogy itt nem valósulhat meg, mert hát most Átányban. Egy híd vagyunk, ami az intézményeket, az önkormányzatot, valamint a falu lakosságát, felnőtteket és gyerekeket összekapcsolja és összeköti. 20 év múlva jó lesz visszajönni ide a faluba, és akkor a mostani kis lurkók, akik 2-3 évesek, gyerekek megismernek, és akkor szerintem ez egy jó érzés lesz az embernek, hogy emlékeznek, mert ők olyanok, hogy ők a jóra emlékeznek, ezt megjegyzik nagyon. Thank you.